Első sarokrúgás tehát Cvitkovicsé. Krézsó szolnoki a trutinos kapuvédője. Cvitkovics átkanyarítja a hosszú oldalra. Krézsó vetődik, nincs gól. Ne feljegyezhetjük a mérkőzés első helyzetét. Négy tagú a sorfal. Pontosan a 16-os vonalára áll. De a Piszányuk is. Antal fut neki a labdának, nem sokkal megfelé. Molnár iramodhat meg. Molnár még. Remili. Elperdül a labda Szakály lábán. Molnár viszi tovább. Molnár! Volt némi szerencséje is a Szolnoknak ennél a támadásnál, de Molnár akár gólt is szerezhetett volna. Simac. Koulibaly hozta volna a helyzetbe Szakály. Megtette Molnár helyette. Koulibaly szép a cselbe felé. Koulibaly lövése, Rizsó! Dinoszkő feje fölött átszáll. Varga veszi birtokba, Rizsó! Hús aztán felszabadít. Cvitkovics. Rizsó! Hiszem nem is lehet kétséges, hogy eddig egyértelműen Rizsó a szolnoki csapat legjobbja. Kornácsi. Piszányukot keresi. Jadinoszki. Kackó lehet gondban. Kós középre. Piszányú! Cvitkovics. Rizsó! Újabb szöglet. Miadinoszki. Cvitkovics most a bal oldalról. Szépen emelte oda Janniknak. Jannik középre, és így lett gólhelyzet belőle. Vezet a Debrecen Szakály góljával az 56. percben. Egy komoly figyelmetlenség, egy komoly kihagyás a védekezésben. Szakály pedig lecsap a labdára. Dicsérjük meg Cvitkovicsot. És itt úgy nézett ki, hogy Kornácsi elrúghatja a labdát kénye kedve szerint. Nem tette meg. Jannik középre, és ennél a szituációnál már Rizsó is tehetetlen. Antal, megpattan a labda, szöglet. Itt pedig Cvitkovics a 69. percben. Nem is rossz, Rizsó, kipattan a labda, 2-0. Szakály második gólja. Erős volt Cvitkovics szabadrúgása, itt lehet látni. Teljesen tisztán a berobbanó Szakály. Rizsó rossz mozdulata után. Szakály. Cvitkovics. Ez viszont nem lesz. Miadinoszki begurítja középre, kimarad. Dombi volt a berobbanó ember a hosszú oldalon. Kirúgás. Szakály gólja pedig jelen állás szerint. Szakály második gólja, mindent eldöntött. Koulibaly 3-0. Itt jön a szabadrúgás. Alex föl se tudott ugrani Koulibalyval. Tessék nézni, mennyire egyedül a levegőben Koulibaly. És remek a mozdulat aztán. Tizedik debreceni szöglet. Rizsó nem tudja állítani. Simac a gólszerző, 4-0. Húzad még, ott érkezik Simac, belecsúsztat. És Rizsó pedig megint szemreányó pillantásokkal illeti a védőket, akik egész egyszerűen hagyták,
hogy Simac csak úgy könnyedén belépjen ott át a sűrűn. 0-0-ás félidő után egy sima négyes a vége.